Hello mindenkit vagyunk a Photoshopban, ahol a következő néhány percben megmutatom nektek, hogy hogyan lehet a kép világosabb területeinek fényét növelni. Egészen pontosan ennek a kocsinak a fényszóróit szeretném világosabbá tenni, mintha be lenne kapcsolva, tehát hogy jobban látszódjon rajta, hogy ezek működnek. Nézzük meg, hogy milyen módszer lehet például erre, hiszen ahogy azt már tudhatjátok a videóimból, az általában sok száz módszer közül ez csak az egyik én ezt az egészet úgy kezdeném, hogy kijelölném a képnek a csúcsfényeit, vagyis a legvilágosabb területeket, hiszen ezt szeretnénk valamiféle ilyen kivilágítottsággal ábrázolni, amihez itt első körben a Select menübe megyek, mégpedig itt a Color Range lesz szerintem a mi emberünk, vagy beállításunk, és itt rögtön, ha a Select menüből kiválasztod a highlights-ot, akkor már kapsz egyfajta beállítást, nem feltétlenül azt, amit nálam van. Ez valószínűleg valahol itt ilyen 20% környékén van, lementem ilyen 5%-ra, nagyjából csak a leges, legvilágosabb területek jelenjenek meg itt fehéren. A többit azt úgyis el fogjuk tüntetni, amire nincs szükség. Tehát például itt az emblémát nem szeretnénk kivilágosítani, hogy az fényjen túlságosan, de nem baj, hogy most kimaradt jelölve, majd később eltüntetjük, illetve ugye nem fog fénylenni a visszapillantó, tükör sem később. Szóval nagyjából állítsátok be, igazán olyan nagy jelentősége nincs, a lényeg, hogy itt a highlights-ot válasszátok ki. És egy oké okay után itt a menetelő hangyák mutatják, hogy csak a leges legvilágosabb területek vannak kijelölve, amiket szeretnénk ugye kivilágítottá tenni. És ehhez pedig a Ctrl C-t nyomom, amivel, hát nyilvánvaló, vágólapra másoljuk ezeket a kijelölt területeket. Ezután pedig egy Ctrl V, és már is egy különálló rétegen vannak nekünk a csúcsfényeink. Olyan nagyon sok nem látszik ezen a háttéren, de hogyha jobban megfigyelitek, akkor itt vannak ezek a foltok, amik a képnek a leges legvilágosabb területei. Ezeket a világos területeket érdemes egyébként egy külön összhatásmóddal móddal hozzárendelni az alatta lévőhöz, mégpedig itt tudjátok kiválasztani, és ez legyen a screen összhatásmód. Ha ki és bekapcsolom, akkor egy nagyon pici különbség van, tehát egy kicsit már világosabbak ezek a területek, mint voltak, de hát ez nekünk még kevés, ha csak ennyit szerettem volna, akkor el se kezdem. Nem csak ennyi lesz, hanem rendesen világítani fog a fényszóró, amit úgy érünk el, hogyha duplán rákattintasz erre a csúcsfény rétegünknek a sávjára. Nem a nevére, nem a képére, ide valahová mellé a sávjára. Tehát egy dupla klik, és már is előjön nekünk a Layer Style ablak. A Layer Style-ból nekünk az Outer Glow-ra lesz szükségünk, ami a külső világítás, vagy egy ilyen kivilágítás effektus. Tehát ami területünk szerepel ezen a rétegen, a köré még csinál egy ilyen szép átmenetes világítós részt. Tehát bekapcsoljuk az Outer Glow-t, és már is látszik, hogy miről van szó, de mindjárt megnézzük, hogy mik a beállításaink. Ha rákattintasz itt a sorára, akkor látszódnak a beállítások, és nem kötelező, de mindenkinek ajánlom, hogy ezeket használja nagyjából. Természetesen ízlés dolga, úgyhogy egy picit változtathattok rajta. De mik is ezek a fontos beállítások? Blend módként itt is kapcsolt be a Screen módot. Ha normálra váltasz, akkor sem olyan rossz, de nagyon elkezd szürkülni az egész, sokkal fényesebb, hogyha a screen-t választod, hatásosabb és természetesebb is. Opacity-ként mindenképpen a 100%, tehát a teljes erőssége, a teljes átlátszósága legyen kijelölve. A noise az mindenképpen 0% legyen, az amúgy is annyi, úgyhogy ehhez nem is nyúlunk hozzá. Itt valószínűleg ez az alapbeállítás, de én az átmenetet választottam, tehát ezt az átmenetes részt jelöljétek be, és hogyha rákattintotok, akkor már is előjön a Gradient Editor, vagyis ez az átmenetes szerkesztő rész, ahol ugyan kiválaszthattok már meglévő átmeneteket, de szerkeszünk egy sajátot. Kattintsatok ide a második helyre, valószínűleg nektek is a második, abban az esetben, hogyha itt fehér a színetek. Azt elfelejtettem mondani, hogy mindez előtt érdemes egyébként itt az alapszint fehérre változtatni. Azt úgy tudjátok, hogy egyrészt megnyomjátok ezt a gombot, ami feketévé és fehérré teszi az elsődleges és másodlagos beállított színünket, és ezután ezzel a mellette lévő ikonnal cserélhetitek meg a kettőt, tehát az elsődleges színünk a fehér legyen. Itt ne legyen mindenféle extra szín beállítva. Szóval, hogyha így visszamegyünk ide az Outer glow és Bekapcsoljuk az átmenetet, majd pedig itt kiválasztjuk ezt az átmenet szerkesztő eszközt, akkor a felső sorban a második átmenetünk az valószínűleg az elsődleges színünkből, azaz a fehérből való, semmibe átmenet lesz. Tehát ezt jelöljétek ki első körben. Itt a beállításokhoz nem kell nyúlni, csak a színekhez. Az elsődleges színünk az lehet fehér igazából, de én valami fehéres, halvány, kékes, hidegebb színt szeretnék ami kicsit jobban megy ehhez a színvilághoz, amit ez a kép is ad. Szóval itt a Color-nél kiválasztok egy ilyen világos kéket, és egy fehérhez nagyon közeli, egészen halvány kék lesz az elsődleges beállított színünk. Olyan nagy változás nincs rajta. A másodlagos színünk pedig, mivel a semmibe megy, azt hihetnénk, hogy tök mindegy, hogy mi van itt kijelölve, nem igazán. A másodlagos színünk az legyen egy sötétebb szín, mégpedig az autónak valamilyen alapszíne. Mondjuk innen a motorház tetőről ez a pirosas szín. Látjátok, hogy meg is változott a hatása az egésznek, hogyha nem fehér a másodlagos átmeneti színünk. És ha mindez megvan, akkor le is okézhatjuk. A Techniknél a precíz beállítást választ ki és ahogy említettem, mondjuk a spread beállítás az jó formán ízlés dolg, hogy mennyire szeretnétek, hogy kivilágítson az egész, nyilvánvalóan ilyen nagy értéken már túlzás és hihetetlen, Nálam ilyen 18-20 százalék környéki beállítás, ami nagyjából bejött. Ha jól emlékszem, akkor 18 százalékos volt ízlés dolga valami e körüli értéket, hogyha használtok, akkor szerintem egész jó lesz a végeredmény. A size pedig mindenképpen legyen valami nagy, hiszen hogyha ez alacsony értéken van, akkor csak alig világítódik ki, így igazán nem hihető, csak mint egy ilyen plusz csillogás jelenik meg, de magasabb értéken nagyon szép, hosszú átmenetet kapunk a képen. Ennek nyilván a foka a kép méretétől is függ, tehát hogyha valami kisebb képünk van, akkor lehet, hogy elég 100 pixel, vagy akár csak 50 is, de hogyha nagyobb a képünk, akkor a 200-250 pixel bőven belefér. Szóval ez 250 pixel, a kvaliténél pedig a beállítások azok nagyjából alapbeállítások, tehát a kontúrt nem változtattam meg, bejelöltem ugyanaz anti antialized lehetőséget, de olyan nagy ráhatása nincs a képre, és a range-nél egy kicsit emeltem, ez 50%-on szokott lenni, nálam 66% ezzel is játszhattok. Ha nagyon magasra emelitek, akkor kezd beleolvadni a képbe az egész, de jelen van, ha pedig túlságosan alacsony, akkor megint megyünk el a hihetetlen irányba, Úgyhogy nálam így ez a 66-67 százalék, ez tökéletes. És a jitter az pedig 0 százalékon van. Ezek a beállításaink, aminek a végeredménye egy ehhez hasonló ilyen kivilágítás, és le is okézhatjuk, de ahogy látszik nem csak a fényszórók, hanem minden nagyon-nagyon világos terület kivilágít a képen, ezt egy egyszerű eszköztárból kiválasztott radírral simán törölhetjük, tehát ahogy említettem, itt nem kell például hogy világítson az embléma, nem kell, hogy világítsanak a visszapillantók, és valószínűleg itt alul sem kell, hogy világítsanak a csúcsfényes felületek. Ha esetleg valahol még van ilyen a képen, a nagyon világos részeken, akkor azokat egy radírral törölhetjük, és a végeredményünk pedig az, hogy a fényszóróink, mintha működnének. Aki pedig itt volt, annak nagyon szépen köszönöm a türelmét, remélem, hogy tetszett nektek, és külön köszönöm minden Patreon támogatómnak, aki eddig csatlakozott a Petúriánus gárdához. Gyertek ti is, hogyha támogatni szeretnétek a csatornát, hiszen a Légió mindannyiótokat vár. Külön köszönetem egyébként a kiemelt támogatóimnak, Rozának, Sinka Sándornak, Galcsik Lászlónak, Horváth Tamásnak és Zsemján Bertalannak, nektek pedig szép fényeket. Sziasztok!